Nagy a csend a Hild iskola falai között, itt is tart a jól megérdemelt nyári szünet, ugyanúgy, mint a többi hazai oktatási intézményben. A ház üres, a nyári időszak viszont programokkal teli, a diákok és a tanárok sem unatkoznak. Mi a múlt hét végén például a Művészetek Völgyében voltunk, ahol egyszerre két programban is értékeltek voltunk. A Művészetek Zöldjében, a Kapolcsi Faluházban volt egy, ez már talán 10 éve is van egy olyan előadásunk, aminek az a címe, hogy Környezettudatos építés tegnap, ma, holnap. Ez a címe 10 éve, de mivel visszajáró nézők is vannak, és hallgatók is vannak, mindig megkérdezem, hogy ugye nem ugyanazt hallották, és mondták, hogy nem ugyanazt hallották, teljesen más dolgokról beszéltünk, de mindig az aktualitásokat megragadjuk. Ez egy nagyon komoly programban, én azt gondolom, a Művészetek Völgyének, ahol a fenntarthatóságról, környezettudatosságról tudunk beszélni. Itt nem csak én tartok előadást, hanem diákok közreműködésével, interaktív kiállítás, kézműves foglalkozások is, amik mind-mind erről szólnak. És ezzel párhuzamosan Talján Dörögdön, ez a Művészetek Völgyének a másik színhelye, ott pedig egy olyan szakmai programba vettünk részt, ami elsősorban a népi építészet, a népi műemlékeknek a megőrzésével foglalkozik. A Hildben is jobban szeretnék jelenlétben indítani az új tanévet, annak ellenére, hogy a digitális oktatás nagyon bejött az intézményben. A támogató cégeknek köszönhetően új eszközökkel is gazdagodtak, de mind a tanárok, mind a diákok könnyedén alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Mi mindenre fel vagyunk készülve, tehát a legjobb a jelenléti oktatás természetesen, de a digitális oktatás feltételeinek is megfeleltük, minden felszerelés rendelkezésre áll. Annak idején, amikor volt ez a digitális oktatás, az alapítvány segítségével, illetve különböző támogatások, hogy az iskola saját költségvetéséből csomó olyan eszköz beszereztünk, ami itt az iskolában is jól használható, de abban a pillanatban, hogyha digitális oktatás van, ezek a laptopok, webkamerák, tabletek kioszthatók a diákoknak, és az arra rászoruló diákok ezt nagyon jól tudják alkalmazni, nagyon jól tudják használni. Ha már energiaválság, a Hildben évek óta úgy oktatják a jövő építőipari szakembereit, hogy azok jól alkalmazkodjanak egy olyan korszakhoz is, amikor mondjuk nincsen gáz, és felértékelődik minden más fűtési módszer. A nappali képzéseink mellett felnőtt képzéssel is foglalkozunk. Felnőtt képzésben magasépítőtechnikus, illetve mélyépítőtechnikusokat képzünk. Ugyanúgy, ahogy a nappali képzésben is magasépítés, mélyépítőtechnikusokat. Elmondható az, hogy az idei évben rekordszámú diák maradt itt. Tehát a 100 végzősből szerintem 80-an itt maradtak, hogy ők most magasépítőtechnikus vagy mélyépítőtechnikus végzettséget akarnak szerezni, ezzel akarnak tovább tanulni, illetve emellett mi úgynevezett programkövetelményes képzéseket is indítunk. Egy előre felállított menetrend szerint tavaly a műemlékfenntartó szaktechnikus képzéssel kezdtük. Nagyon jó eredmények születtek, akik itt végeztek, ők közülük 3 diáknak a munkáját is beválogatták a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem programsorozatába, ahol nagyon komoly eredménnyel tudták elmondani a neves szakmai közönség előtt. Nagyon-nagyon meg voltak elégedve velük, én azt gondolom, hogy ez mindenképp fontos. A másik képzésünk, ami ettől az évtől kezdve fog indulni, ez a lakberendező képzés. A Hildben nem csak a nappali képzéseket, de a felnőtt oktatást is folyamatosan erősítik. A műemlék fenntartó technikusi képzés tavaly debütált, idén pedig a lakberendező képzéssel robbantanának az oktatási piacon. Miközben várják már a szeptember 1-i iskolakezdést is, induljon akár jelenlétben, akár digitális formában az új tanév.